Dr. Horváth Gyula Pál Zoltántól kérdezett. Miként látja a pécsbaranyai művészek helyét a nemzetközi képzőművészeti életben, és örülnék, ha egy kicsit részletesebben szólna a Jókai tér nagy rekonstrukciós programjáról, amelynek előkészítésében, ahogy hallom, a pécsi művészeti élet jeles képviselőinek fontos szerepe lesz. Ha lehet, akkor a második kérdéssel kezdeném, mert sokkal izgalmasabb jelen pillanatban számomra, nem mintha érdektelen lenne az előző kérdés, hanem ez egy annyira friss dolog, hisz pár napja kaptuk meg azt a zöld lámpát, ha nevezhetem így, ami tényleg hitelessé teszi a dolgot, hogy itt most nem csak szóbeszédről van szó, hanem valóban valami fog történni ezzel a történelmi belvárosi térdalabbal, ami a Jókai tér. Ez nekem személy szerint egy 15 éves vágyam, egy 15 éves álmam, ebben én sokkal több esélyt és lehetőséget látok, mint egy ilyen város szépítészeti dolog lenne a történet, hanem talán valami olyan feladatot kínál a szobrászatnak a számára, ami eddig szokatlan, vagy eddig kicsúszott abból az alkalmazott mezőből, az urbánus térből, mert bevonult a kiállító terembe, teljesen más alkalmazása, más működési területe van, és ez egy olyan feladat a méreténél fogva, amikor ismét fölvetheti a képességét arra, hogy bizony nagyon komoly tér, közösségi tér, vagy térszervező szerepe van, tehát nem csak esztétizálni tud, hanem bizonyos funkciókban nagyon komolyan meg tud felelni. Tehát akkor a programot csak annyit szeretnék mondani, elébe nem nagyon mennék, mert nyilvánvaló, hogy itt egy nagyon komoly tímmunkáról van szó, és egy nagyon összetett feladat, mérnöki feladattól egészen a képzőművészeti feladatig, hogy úgy lehet ezt a dolgot elképzelni, mintha lenne egy asztalterítőnk, ami csak egy kereten van rajta, és erre a képzeletben ráhúznánk hálókat, amik a funkciók, tehát hogy bizonyos felületdarabnak meg kell maradni, hogy ott közlekedni kell tudni, a tűzoltóautónak be kell tudni menni, a gyalogosoknak gyalogolni kell tudni, a terasznak, hogyha ott arra még megmarad a szándék, hogy a terasz megmaradjon, a terasznak helyet kell biztosítani. Ezek meccéspontok lesznek. Ezek a meccéspontok különböző fehér foltokat kirajzolnak, ezek a fehér foltok pedig felkínálják magukat arra, hogy térben, tehát plasztikailag meg lehet őket mozdítani. Ezen túl pedig a teret magát egy nagyon-nagyon mediterrán ízzel képzelem én, hogy elkészítjük, tehát talán picit konzervatív, de itt a konzervatizmus az inkább egy nagyon pozitív akarat és jelző, hogy ne jelenjenek meg az olcsó 20. századi technológiák, tehát az Ausztria beton, az aszfalt, a jó minőségű aszfalt, hanem térjünk vissza a természetes anyagokhoz, azaz úgy képzelem, hogy a 2000 négyzetméter az egész az kővel fog elkészülni, azaz egy olyan vízióra gondolok én, amit, hogyha szabad ilyen szerintelen hasonlatot tenni, mint hogy volt Giovanni meg Róma, és ültek és kitalálták azt az őrültséget, hogy építsenek egy várost a vízre, amiből lett Velence, hogy itt is valami kitalálódott, amit most nagyon nehezen és nagyon sok munkával meg kell érlelni és ki kell dolgozni, és ebből kell lenni egy revelatív erejű olyan dolognak, ami még nem volt. Ön kitől és mit szeretne kérdezni? Én, hát ha kifutottunk az időből, akkor nem hagynám ezt a fontos kérdést elcsúszni, én Aknai Tamás barátomnak szeretnék föltenni kérdést. Beszéljen a pécsi közgyűjteményeknek a helyzetéről, a pécsi képzőművészeti közéletnek a helyzetéről, és beszéljen a művészettörténet helyzetéről, de ha egy kicsit sugallhatom neki, hogy mi izgat ebből a dologból, hogy mi a mélysége annak, hogy majd, hogy nem csak pityke-gomb lassan a kultúra, az a legendás pécsi igazán párhuzamba állítható kulturális tekintély mondjuk a fővárossal, annak most mi a helyzete?